Köszöntöm a kedves nézőket a második részben. Aki nem látta volna az első részt, egyrészt sajnálhatja, másrészt Jász-Nagykun-Szolnok megye ügyeiről beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban Fülöp Tamást, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltár igazgatóját. Jó reggelt kívánok! Reggelt kívánok! Igazgató úr, a helyzet az, hogy mi már találkoztunk, ez a kedves nézők kedvéért is mondom, nem mindig szoktuk műsorba elmondani, de azért próbálom egy személyes felütéssel kezdeni, hogy értetőbb legyen. A legutóbbi könyvemhez, a Vöröstárról Szolnokon című könyvemhez a levéltár és igazgató úr nyújtott segítséget, és amikor bementem a levéltárba, és egy nagyon kellemes délután töltöttem el ott kutatással, akkor azon gondolkodtam végig, és ezt a kérdést hozom most ide igazgató úrnak, hogy biztos, hogy a pénz az, ami mindent eldönt egy levéltár életében, tehát a kutatás igényességét, a kutatási színvonalat, a komfortérzetet, amit egy kutató vagy egy szakember érez a helyszínen, amit én maximálisan megkaptam, ezt a pénz dönti el, vagy esetleg fontosak a hagyományok, fontos a kreativitás, az a helyzet, amikor pénz nincs, de a szegény ember vízzel fősz helyzet, és ez nem a levéltára gondoltam, tehát magyarul a pénz mindent visz? Én úgy gondolom nem. A kollégáim munkája is ezt bizonyítja, hiszen hatalmas lelkesedéssel fogunk minden egyes programunkhoz, legyen az akár digitalizálás, legyen az akár egy kiadvány készítése, legyen akár egy kiállítás, vagy az alapfeladataink ellátása, ami azért alapvetően a szolgáltatások köré kapcsolódik. Még a pénznél egy kicsit időzés, aztán ígérem, hogy kellemesebb dolgokról is beszélünk. Általában hogy ítéli meg a rendszerváltozás óta eltelt időszakot tekintve? Azon az anyagi nívónál például egy-egy levéltár, amin kéne, vagy jóval több pénzből lehetne megvalósítani a valódi fejlesztéseket? Ez egy akut probléma, én úgy gondolom, de a közművelődés, a közgyűjtemények esetében ez már egy régi kérdés. A levéltár költségvetését tekintve sajnos egy folyamatos csökkenés figyelhető meg az elmúlt évek, évtized során. Én úgy gondolom, hogy az intézmény működési feltételei azok adottak. De nagyon eltérő a finanszírozás a különböző megyei önkormányzatok részéről. Ez nyilván különböző helyzetet teremt az adott levéltárakban is. Való igaz, hogy nagyon sok esetben a kreativitásnak, az önálló gondolatnak óriási szerepe van, a pályázatoknak rendkívül nagy szerepe van a levéltárak feldolgozó munkájában, az állományvédelem tekintetében, vagy akár a kiadványok készítésében, de azért azt mondom, hogy alapvetően nem csak a pénz az, ami meghatározza a működést. Önöknél a megyében az a helyzet, hogy a szolnoki levéltár a nagy levéltár, és akkor ennek ugyanúgy, mint egy könyvtári hálózatnál vannak fiókönyvtárak, vannak kisebb levéltárak a megyében, vagy éppen ellenkezőleg a saját anyagot mindenütt helyben őrzik? Nem, én úgy gondolom, hogy a területi illetékesség elve alapján ugye megyei levéltárakról beszélhetünk, mi ennek a rendszernek vagyunk a része. Jász-Nagykun-Szolnok megye levéltárát egyébként Jász-Nagykun-Szolnok megye megalakulásakor 1876-ban hozták létre. Volt már előzménye a levéltárnak, hiszen a Jászkun kerületi anyagot Jászberényben őrizték, ez került át Szolnokra a megyeszékhelyi válás alkalmával, és attól kezdve tulajdonképpen folyamatos az intézménynek a működése. Mondjuk néhány számot már csak azért is, mert nehéz lesz szerintem felfogni, de például hány irat van önöknél, lehet ezt tudni? Mi iratfolyóméterben számoljuk az adatainkat, körülbelül 7600-7700 iratfolyométernyi anyagról beszélünk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az iratképző szervektől beszállított irat mennyiségét, ugye mi körülbelül most ott tartunk, hogy a rendszerváltás környékéig érkeztettük be az iratokat a megyei levéltárba, egy folyamatos beszállítással évente mintegy 100 iratfolyométernyi anyag érkezik be a levéltárba. De ez a 7700 iratfolyométernyi anyag, ugye, ha egymásra tennénk ezeket a lapokat vagy dobozokat, akkor a legnagyobb hegyekkel vetélkedne valószínűleg. Vagy mondjuk a kiterételén karcagig egy jó kis országot lenne belőle. Mondjuk. Mi van egy levéltárban? Az ember nyilván azt tudja, hogy vannak régi iratok, és reméljük, hogy a maiak ugyanúgy elteszik a mai iratokat az utódok számára, mint hogy az elején megtették ezt. De gondolom azt, hogy nem csak régi iratokat lehet fellenni egy levéltárban. Ez így igaz, alapvetően az írásos kulturális örökségét őrizzük a megyének. Értem ez alatt, hogy a 15. századi oklevelektől kezdve, ugye a legmodernebb iratokon keresztül ma már majd, hogy nem az elektronikus iratokkal is kénytelenek foglalkozni ugye a levéltárak, de különböző gyűjteményekről szoktunk beszélni. Ugye ilyen a Jászkun kerület anyaga, vagy ilyen például a jászberényi mezőtúri törökkori okleveleknek az anyaga, kéziratos térképeinknek az anyaga, vagy a kataszteri térképek állománya. Tehát nagyon sokrétű ilyen szempontból maga a forrásbázis is, és maguk a
dokumentumok is nagyon sokrétűek. Vannak például pecsétnyomó gyűjteményeink, amely a megyei településeknek a korabeli pecsétnyomóit jelenti, tehát nagyon sokféle anyagról adhatunk számot, és hát külön örömünkre szolgál, hogy vannak olyan új gyűjteményeink például, amely országosan is egyedülálló, gondolok itt egy papír és írás történeti kiállításra, amely a megszűnő szolnoki papírgyárnak az anyagát jelenti, és sikerült a mi levéltárunkba, intézményünkbe ezt a kiállítást létrehozni, újra felállítani, és ez egy nagyon komoly, népszerű program lehet a levéltár megismerése szempontjából is. Tételezzük fel, hogy én a történelem iránt érdeklődő kunszentmártoni vagy karcagi fiatalember vagyok, és szeretnék a szolnoki levéltárban kutatni, mert iskolai dolgozatot készítek, és mondjuk valamiért ez fontos nekem, hogy igényesen és részletesen megírjam. Milyenkor a teendő, hogyan vehetik fel önökkel kapcsolatot, és mit kell tennie egy 17 éves gimnazistának, hogyha szeretne kicsit utána olvasgatni önöknél a dolgoknak? Én úgy gondolom, hogy az egyik újdonság a levéltárak életében ez az igényesen jól kialakított honlapnak a létrehozása. Ott nagyon sok tájékoztató információt tudunk elhelyezni, akár iratképzőknek, akár kutatóknak. A levéltárak működését alapvetően törvények írják elő és szabályozzák, illetve maguk a levéltárak kutatótermi szabályzataik alapján teszik lehetővé a kutatást. Alapvetően ugye itt ez egy törvény által meghatározott személyiségi jogokat is érintő, a kutatás szabályait érintő, a különböző iratanyagoknak a kiadását érintő belső szabályozás. Hát alapvetően ugye ki kell tölteni a megfelelő dokumentációt a kutatószolgálatnál, és akkor a levéltáros kollégák megpróbálnak a raktárjegyzékeink alapján, a fondjegyzékeink alapján olyan anyagokat kihozni a kutatók számára, amelyben valószínűleg megtalálják a keresett anyagokat. Igen, mert ezt a kutatók nyilván tudják, hogy hamarabb kell jelentkezni rendszerint, mint hogy megkapják az anyagot. Egyébként a város vezetésével, az önkormányzata, milyen a kapcsolata a szolnoki levéltárnak? Ez fontos, politikai szintől függetlenül, és nem csak az anyagi forrás miatt, hanem gondolom azért, hogy harmonikusan együtt tudjanak dolgozni. Így van, én úgy gondolom, hogy az elmúlt években egy nagyon komoly előrelépést tapasztalhatunk a levéltár társadalmi beágyazódása vagy társadalmi kapcsolatai terén. Egyrészt a felsőoktatással, a helyi felsőoktatással is szerettünk volna egy élő kapcsolatot létrehozni, másrészt pedig olyan programokat dolgoztunk ki, ami egyrészt a levéltári anyag megismerése, másrészt pedig olyan típusú kiállítások, amelyek az itt őrzött anyagokat vagy az itt folyó munkákat, kutatásokat népszerűsíti, új programokkal, új rendezvényekkel kapcsolódtunk be a város életébe, és ez mindenképpen pozitív visszajelzést jelent. Levéltárak egyre inkább bekapcsolódnak a Múzeumok Éjszakája programba. Ugye nekünk is az előző évben olyan kiállításunk volt, amit közel 10 000-en láttak, az 1960-as, 70-es éveket mutattuk be. Most fut egy első világháborús kiállításunk, amely úgy gondolom, hogy nem csak a levéltári anyag feldolgozását, hanem a hozzá kapcsolódó tárgyi eszközöket, vagy a megye történetének a legfontosabb eseményeit, illetve a hozzá kapcsolódó, még esetleg magánkézben lévő dokumentumoknak a felkutatását is jelenti. Ez mindenképpen egy nagyon erős társadalmi kapcsolatot jelent. Horváth László múzeumigazgatóról az imént beszéltünk arról, hogy hát a szabad időnkben a múzeum vagy irattár látogatáson kívül, levéltár látogatáson kívül, hát számos más lehetőség van. Internet van, világháló, számítógépes játékok, most főleg a fiatalokról beszélek. Mi az, amit modern szemléletben egy levéltár adni tud a fiataloknak? Én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb új irány az a digitalizálás. Ez állományvédelmi szempontból is, kutathatóság szempontjából is nagyon fontos, de hát ezt a több mint 7700 iratfolyométer teljes egészében digitalizálni nyilván nem mondjuk lehet. Az önök honlapján elnézős közbevágók van, azért kis ízelítő egy-egy szakterületből, tehát lehet ilyeneket találni. Így van, és maguk a magyarországi levéltárok is nagyon sokat tettek, olyan közös adatbázisok keletkeztek az elmúlt évek során, ami úgy gondolom, hogy fantasztikus forrásbázis jelent. Ilyen például a pártanyag, a megyei pártanyagnak a digitalizálása, két rétegű PDF formátumban kutathatóvá tétele. Ilyen a kataszteri térképek állománya, amellyel gyakorlatilag az egész ország területét le lehet fedni, és ma a Google Earth-tel, illetve az 1880-as években keletkezett kataszteri térképek összehasonlításával egy olyan élményben lehet része az interneten keresztül a kutatóknak, ami korábban nem volt adott. Egyébként ez biztos, hogy így van, mert a világhálón magam is, hogyha az ember jól tud tájékozódni, akkor elképesztően ritka könyveket. Igen. 120 évvel ezelőtti réges-rég elfeledett alaptanulmányokat le lehet tölteni, meg lehet szerezni egy-egy tudományos területből, és az embert ez ilyen szellemi izgalommal tölti el, hogy már ne haragudjon, nem kell elutazni Szolnokra, 3 klikkeléssel megvan.
De ez nem baj önöknek egyébként? Tehát az nem baj egy levéltárnak, hogy nincs elég látogatói, és inkább klikkelgetnek az emberek? Én úgy gondolom, hogy a kutatók számát nem ez fogja alapvetően befolyásolni. A professzionális kutatóknak mindig meg kell tenni azt az utolsó lépést, hogy bár utána néz az interneten, utána olvas az internetes forrásokat esetleg feltárja, megnézi, de az eredeti dokumentumok megtekintése az úgy gondolom, hogy a hitelességnek egy nagyon-nagyon fontos eleme. Tehát az igazi professzionális kutatók számára ez megkerülhetetlen lesz a jövőben is. Milyen nemzetközi kapcsolataik vannak, és egyáltalán a levéltárok szakmai egyeztetési fórumai, a tapasztalatok kölcsönös megosztása egymással zajlik a világban? Igen, mindenképpen. Ugye egyrészt a Magyar Levéltárosok Egyesülete az, amely országosan összefogja a levéltárakat, illetve az önkormányzati levéltárak tanácsa. Minden egyes fórumon mi is a lehetőségeink szerint képviseltetjük magunkat, illetve megyénknek vannak olyan tradicionális kapcsolatai, ugye ilyen a Zsesovi levéltár Lengyelországban, vagy olyan, amit most szeretnénk majd kialakítani a Nagybányai levéltárral. Ez egy kicsit nehezebben mozdul a romániai levéltár ügynek az aktuális helyzete miatt, amely nagyon sok történeti kapcsolódási pontot jelent. Gondolhatunk itt a sószállításra, vagy gondolhatunk a szolnoki művésztelep történetére, amelynek Nagybányával egy nagyon-nagyon komoly, illetve a máramarosi sóbányákkal nagyon komoly kapcsolatrendszere van. Ezeken dolgozunk. No, hát a beszélgetés lezárásaként csak egy gondolat, hogy annak idején Nagyenyeden jártam, ugye az emlékezetes 1849. évi januári Nagyenyed mészállás emlékünnepségén, és akkor elmondták a helyi történészek, hogy amikor a tömeg betört Nagyenyedre, az első dolguk az volt, hogy a kollégium levéltárát megsemmisítették. És ennek az a lényege, hogy egy népnek, egy közösségnek, egy emberi csoportnak a múltját elvenni, az a jövőtől való megfosztottságát is jelenti, meggyőződésem. És az ellenpélda pedig az, hogy milyen jó az, hogy a levéltárok csendesen végzik a munkájukat, de a magyar történelem, a nemzeti kultúra, a nemzeti művelődés ott fekszik, sok-sok folyóméteren. Úgyhogy őrizzék ezt kívánom, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.